Felvételek láttán sokakat nosztalgikus érzések foghatnak el. Ezek a retro autók és motorok július 12-én Tolnán vonultak fel az Együtt téren nyáron elnevezésű rendezvény keretében. Volt, aki egy régi Mercedes-Benz Pontonnal érkezett. Vágyam volt régi autó. Akartam már nenni régebbi, csak féltem, hogy nem kapok hozzá alkatrész, de van alkatrész. Nosztalgia, nagyon jó vele menni. Kitűnt a tömegből az 1968-as Chevrolet Camaro is. Tulaja ezt 2010-ben vásárolta, majd 6 évig újította. Hát, dolgoztam külföldön, kerestem egy kis pénzt, vettem egy szép külföldi divatos autót, ami egy év után fődarab hibás lett, és akkor úgy gondoltam, hogy nekem nem kellenek ezek a modern autók. Inkább vettem egy régebbi, azért használhatót, napi használatra, és akkor megvettem azt az autót, amiről mindig álmodoztam, és elkezdtem felújítani. A tulaj úgy tudja, az első kiadású Camarokból Magyarországon hivatalosan csak egy pár darabban forgalomban, így ez igazi ritkaságnak számít. A járgányok a Tolnai gimnáziumnál gyülekeztek, ezt követően indultak el a Hősök terére, ahol az Együtt téren nyáron rendezvényt tartották. Még ragad a keze, úgyhogy majd, hogyha megszállod, a gyönyörű. Ugye én tavaly kaptam meg a kinevezésemet, és az volt a képviselőtestületnek a kérése, hogy színesítsük egy picit a város kulturális életét, és azért több programot életre hívtunk, hát ennek az egyike lesz itt most már második évben megrendezve, Együtt télen nyáron. Kézműves kirakodóvására készültünk, van néhány kézműves a környező településekről és helyből, aztán lesz természetesen kürtös kalács, savart, fagyi, ital, kínálat, többfajta, és este pedig amatőr helyi zenekarok fognak föllépni. Mint a vezető elmondta, mindig törekednek újításokkal előrukkolni, így jött az autós felvonulás ötlete is.